Az Öntő utcában vagyunk, és nem olyan régen, tehát néhány nappal ezelőtt húzták föl az aszfaltot. Tehát megtörtént az útnak az alapozása, és erre került az aszfalt, illetve a koporéteg. Hát nagy fennakadással nem járt maga az útfelújítás. Erre a kivitelező nagyon figyelt, illetve hát ez a kérésünk is volt, illetve az itt lakóknak az igényeit figyelembe véve, hogy ne legyen fennakadás, tehát a kibeállást azt mindig biztosították. Amikor az aszfalt burkolatot terítették, akkor volt egy időszak, amikor nem lehetett kijönni, de ez egy igencsak rövid időszak volt. Most már tényleg az utolsó simításokat végzik, tehát a gyeprácsos markolóknak a hézagaik töltik föl zúzott kővel, és utána tényleg csak néhány apró munkafolyamat van hátra, műszaki átvétel, és kész vagyunk. Milyen egyéb utcákban lehet számítani esetleg valamiféle fejlesztésre vagy felújításra? Amit én nagyon szeretnék, hogy megvalósuljon, az a Farkasréti út Lilium utca sarkán a gyalogátkelőhely, ugye az egy középszigetes gyalogátkelőhely lesz, tehát középszigettel lesz ellátva. Tehát azt gondolom, hogy ez lesz a következő lépés, amit itt meg tudunk csinálni. Az uszodánál most ESCO projekt keretében kívánjuk megvalósítani a napelem beruházást. Mit is jelent ez az ESCO projekt? Tulajdonképpen az jelenti, hogy amikor elkészül a munka, a megrendelő nem fizet, hanem amit eddig fizetett áramszámlát, azt az összeget fizeti ki továbbra is. Tehát ez azt jelenti, hogy most így utána számoltunk, tehát néhány év alatt kifizeti a város a napelem beruházást. Kicsit térjünk akkor vissza az utca felújítására, illetve arra, hogy körülbelül ez milyen összegbe kerül. Hát az előirányzat egy ilyen 90 milliós nagyságrend. Néhány évvel ezelőtt nem csak ezt az utcaszakaszt, hanem az egész utcát meg tudtuk volna ennyi pénzből csinálni. Sajnos az építőipari beruházások, az építőipari árak azok exponenciálisan növekednek napról napra. Önnek mi lenne a szíve, vágya, a terve, hogyha tényleg a pozitív forgatókönyvet vesszük elő, akkor mi az, amit szeretne mondjuk a következő időszakban, hogyha megvalósulna? Hát például itt van mögöttem az utca másik része, tehát ha az első részét megcsináltuk, akkor nagyon jó lenne, hogyha a másik része is elkészülne, legalább ilyen minőségben, ha nem jobban.